Nézzük, a Jakab 4.10 azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. 1 Péter 5.6. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében. Efézus 2.8. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Amikor az alázatról tanít az ember, akkor tudnotok kell, hogy a büszkeség az a szív ellensége. A legnagyobb szív Isten felé az alázatos szív. Az alázatos szívű ember sok munkát el tud Istennek végezni, az Úrnak. 1 Péter 5.5.6 azt mondja, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll. Az alázatosoknak pedig kegyelmet áll. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében. Itt tisztázzuk le, mert néhányan nem is tudjátok, hogy mi az, hogy alázatos vagy nem alázatos, büszke és kevés. Mindenkiben van egy kis kevésség, büszkeség, az egy önközpontoság, amikor magunkat mások fölé emeljük, és sokkal különbnek tartsuk, mert több igényt tudsz, mert valamiben nagyon kiemelkedő vagy, és egyebek, ne lehetél másik meg másban. Tehát gondold át, illetve érzékeld azt, hogy mi az, ami zavar, mit tudsz magadban kritizálni, és akár mit nem tudsz elfogadni. És amit nem tudsz elfogadni magadban, az kérd meg Istent, hogy segítsen át ezen a viselkedésen, a büszkeségen, a kevésségen. Néha, tehát mi a büszkeség? Amikor néha hazugságot hiszünk magunkról. És azt gondoljuk, hogy hát mi aztán a legmagasabb szint. Semmi nem tud elérni, mert mi nekünk olyan igei tudásunk van. De Isten meg ilyenkor azt mondja, hát vigyázz, fiam, lányom, vigyázzon, hogy aki áll, hogy meglássa, hogy el ne essék. Ugye a tanítványok a már 9.35-ben azon vitáztak, hogy ki a nagyobb. Ez mindenkinél előfordul, és az alázat azt jelenti, hogy Istennek az igéjét meghallgassuk, és meg is cselekedjük. És a cselekvés nélkül nincs az alázatos, a tanítható szív az, amit Isten tud használni. Aki büszke és kevés, azt Isten nem tudja használni. Mert ugye Isten azért válassza ki a semmiket és a senkiket, hogy a valamiket megszégyenítse, és azért válassza ki a világ nemtelenjeit és bolondjait, hogy ugye az okosokat és a bölcseket is megszégyenítse. Tehát a Márk 9.35 azt mondja, és leülvén odaszólítál a 12-t, és mondta, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindenek szolgálja. A kereszt közel volt, tudjuk, és Jézus azt vette észre, hogy a tanítványokat az ő érvényesülésük foglalkoztatta. Ezért nem is tudtak Jézussal együtt érezni. Büszkeség és feltűnési vágy fűtötte őket. A dicsőség előtt mindig megalázkodás van, és a menny mindig azt a munkást válaszza egy magasabb poszt betöltésére, aki keresztelő Jánoshoz hasonlóan alacsony beosztást is vállal. És nekünk szeretettel kell szolgálni, és amiképpen Jézus cselekedett, nekünk is úgy kell cselekedni egymással. Vagyis jó lenne, ha egy kicsikét az emberek leszállnának arról a magas lóról, mert néha többet képzelünk magunkról, mint ami van. Mikor az Úrba kerültem, hogy akkor vagyok alázatos, ha minden magamra vállalok, hogy én vagyok a falu legrosszabbja, és hát Budapesti vagyok a város legrosszabbja, és hogy mindenért én vagyok a hibás. Nem! Az alázatos az, aki meghallja az igét, és meg is cselekszi. És ha az igét nem cselekedjük meg, az nem lesz jó, mert az nem alázatos, mert azt mondja, hogy hát az én utam sokkal jobb. Hagyjuk dolgot gyűlölve az Úr, és a nagyon nem jó, amikor ezeknek a hetedik a viszály magban, mi büszkeségből ered. Tehát aki szerez háborúságot az atyafiak között. Hát ismertek ilyet? Én többen. Kevés személyben ugye az, amikor magát felemeli mások felé, és lebecsüli. Isten ezt nem szereti. Tudjuk, hogy Lucifer még Isten fölé is föl akart menni, és felemelte magát. Isten nem tudja használni ezt a fajta jellemű embereket, a büszkéket és a kevélyeket. Isten nem szereti ezt a jellemet. És az ember néha hajlamos, hogyha van valami olyan talentum, ami másiknak nincs,
hogy lebecsülje, vagy többet tud, és lenézik egymást. És hát ha valakinek van több, akkor inkább azt szoktam mondani, én nem megnézem néhány ember életét, és hát a rosszat semmiképp el nem veszem, de mindenkitől lehet tanulni. Mert mindenkiben vannak jó tulajdonságok. Van, aki nagyon gyorsan, okosan tanul, jó, átlát dolgokat és egyebeket, de ők például legrosszabbak, mert nem értik meg, hogy mások miért nem olyanok, mint ők. És az ilyenek nem jók edzőnek. Természetesen meg kell értsük egymást, de mondjuk én nem szeretem azt megérteni, ha valaki irigy, vagy féltékeny, mert az irigység előtt kiállhat meg. Ez előfordulhat a családba, előfordulhat a házasságba, ez nem jó, nincs jó szaga, különösen ha Isten talentumját irigylik, hogy egyiknek van, a másiknak nincs. Hát ez szörnyű, rendkívüli dolog, Isten ezt nem nézi jó szembe, nem lesz felépülés az életben, amíg az illető ki nem igazítsa magát. Lehet, hogy nem nagyon, néha jól esik az embernek, ha megdicsérik, de a tartósan az nem jó, akkor tudom, hogy az ördög készülődik ellenem. Ha már több dicséretet kapok, Úristen, akkor már közeledik el a sötétség felé. Tehát, mert az ember hajlamos arra, hogy elszálljon magától, és ezt a fajta magatartásformát Isten nem szereti. A büszkeséget, a kevésséget. Az emberek rosszul érzik magukat, amikor valaki olyan természet fölötti magasságot próbál gyakorolni. Van nekem egy rádiótelefonom, 3-4 nő, most csak világból vettem ezeket a dolgokat. A szelítség jelképezi az alázatot. És ez benne van a szellem gyümölcsében. A szelítség az mentes a büszkeségtől és az arroganciától. Vagyis szeliden becsüli meg a saját értékét. Én speciál tudom, hogy semmi nincs, amit ne Istentől kaptam volna, de nincs egy nagy dicsekedni valom bele. Nekünk, ha alázatosak akarunk lenni, akkor nem szabad felfúvalkodni az értékeinkkel, hanem tisztában kéne lenni inkább a hiányosságainkkal. Mindenkinek szembe kell nézni magával, és tudni kell, hogy van gyengessége és van erőssége. Senki nem tökéletes, csak a drága Úr Jézus Krisztus volt. Igen, Uram, ma most itt vagyunk, és tudjuk, hogy veled minden lehetséges, és segíts, hogy meg tudjunk változni. Mert mindenkiben van gyengesség, és ha tökéletesek lennénk valójában, akkor Istent nem akarnánk keresni, hogy megszabadítson minket. Ezért el kell ismerni, hogy vannak gyengességek az életedben. És kérd Istent, hogy mindenből a legjobbat hozza ki. Ha van talentumod, az fejlesz ki. Ha gyenge vagy, akkor kérj ott erőt Istentől. Én akármit kaptam Istentől ajándékot, én nem engedtem el semmit. Nem is engedek. Mert Isten ajándéka az becsös ajándék. És persze sokan szeretnék ezeket az ajándékokat, de az árát nem akarják megfizetni. Hát egyszerűbb testben irigykedni a másikra, de az nem meg. Isten hatalmas keze alatt meg kell alázni magunkat. Nekünk Istenért kell élni, és áldozatot is kell néha hozni, és oda kell szánni magunkat Istennek élő szent és kedves áldozattól. És ez bizony erőfeszítésbe kerül. Vagyis maradj ott, ahol éppen nem akarsz lenni, és tegyél olyat, amit igazán nem akarsz. Igazán tegnap meg voltam próbálva nagyon az alázatba, de nem védekeztem, nem mondom, hogy jól esett, de elviseltem hitben, és igyekeztem túltenni magamat. Mert vigyáznunk kell, annyi rossz hír van itt körülöttünk, a szelítség mindig lágy és gyengébb. És a Szent Szellem benne van. Nekünk ezt kell öntözni és táplálni. A próbák, hát Uram, bizony sok próba van, és amikor tegnap beszélgettem valakivel, akik nagyon súlyos problémák vannak a csontjában, a testében, és azt mondta, hogy egy családi probléma van az életében, erről talán nem is beszélnék, hisz magánügy, de a lényeg, amit válaszolt, azt mondta, tudod, nekem van igazam. Hát mondtam, ez igaz, lehet, hogy neked van igazam, és nem úgy bántak veled, de ez nem ok arra, hogy kiborulj, ez nem ok arra, hogy önmagadat pusztítsad, mert önmagad pusztítod és a csontjaidat. És tudod, miért fájnak a csontjaid? Mert lázadsz.
és hát az irítség is, ugye a csontok rothadása, a csontok pusztulása, inkább így mondanám, csontritkulás, csontbetegség jön elő. Meg kell szabadulnunk, hisz úgysem lesz a miénk bármi, amit másoktól irigylünk. Mert a mai társadalomban nem lehet megosztani egy jó hírt. Hát az alázatos becsukja inkább a száját, és alázattal ki kell jönni a nehézségből. De hát ez a nő csak mondta a magáért, de hát nekem van igazam. Hát mit érsz a nagy igazságoddal, ha közben a szíved, meg a vérnyomásod, 180 lesz a vérnyomásod, és persze várod, hogy Isten az ügyedet jóra fordítsa. Hát szerencs, hogy vannak közben járók, mert a te hited nem működik ilyen esetben. Amikor tele vagy méreggel, önmagadat mérgezett sokan, elviszik magukat a betegségbe, a nehézségbe, és csodálkoznak, hogy Isten miért nem hallgassa meg őket. Nem jó a háborgás, nem jó az idegesség, nem jó a stressz. Valaki most jött ki egy munkáját változtatott stressz miatt, és elkezdett javulni az egészsége. Tehát a stressz az elvisz minket ám az egészségtől, és elveszi az életünket. És attól te jobban leszel, ha stresszelsz. És a másiknak a dolgaira tekintesz, és a keserűségeket gyűjtöd. Neked alázattal és engedelmességgel kell lenni azokkal az emberekkel, akiket Isten fölét vagy fölénk rendelt. Egy helyes hozzáállással kell lenni. Mi 10 évig voltunk valaki szolgálata alatt. Nagyon nagy alázattal, szolgai módon. És utána Isten segítségével lettünk önállóak. Tehát meg kellett tanulnom szeretetben, alázatban, a tekintélyt tisztelve, nem irigykedve, soha nem irigykedtem a másik szolgálatára, az ő szellemi ajándékára. Mert tudtam, hogy soha, de soha nem lesz az enyém. Mert azt Isten ő neki adta, és ez az ő ajándéka. Én tiszteltem ezeket a vezetőimet, tehát vannak gyerekek, akik néha megteszik azt, amit a szülők kérnek, de nem jó hozzáállása, igen kelletlenül. Isten viszont mindent lát. Ha te kelletlenül vagy az előjáró irányába is egyéb, az egy nagyon rossz hozzáállás. Istenem, hát én ezt nem akarom. Isten használni akar minket, hajlandónak és engedelmesnek kell lenni. És lehet, hogy azt mondod, Úristen, hát már ennyi csapás az életemben, készülj fel! Ez az év sajnos megment minket Isten, de hitben és szeretetben kell maradni. Isten használni akar minket, de csak úgy, ha hajlandók és engedelmesek vagyunk. És tudjátok, olyan szomorú dolog ez, hogy még a keresztények között is. Én nagyon el vagyok ezen egy kicsikért. Kértem az Urat, hogy változtassa meg a keresztények szívét, hogy nem lehet egy jó hírt megosztani, hogy titokba kell tartani Istennek egy csodáját, vagy egy jó jelentést az orvostól. Tehát egyszerűen valami olyasmi ütötte fel a fejét, hogy a keresztények is a világból behozták ezeket a dolgokat. Soha ne irigykedj a másikra. Akinek meg van valamije, az pedig köszönje az Istennek. És ne tekintsen más. Pál tövisével nagyon sok vita van, majd fogok erről tanítani, de Pál apostol a 2. Korintus 12:7-ben ugye azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt. Hát Pál apostolnak rengeteg ellensége volt, és Pálnak azt mondta, ugye Pál apostol azt mondta, hát Uram, vedd el tőlem ezeket a rengeteg tüskéket, sebeket, ugye, és a kijelentés nagysága, mert hatalmasan felkent volt. És tudod, hát azt mondta neki az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem. Mert én ezt adtam neked. A kegyelem az, amely képes megszabadítani. Ha velem jársz, vagyis kijártsunk kegyelemért. És a több is benne hagyta Pál apostolban. Tudod miért? Hogy mindig szüksége legyen Istenhez, hogy fohászkodjon, hogy imádkozzon. Hiszen amikor a legnagyobb baj van, akkor imádkozunk éjjel és nappal. És a büszkeség arról szól, hogy minden rólunk szól. Hogy te vagy a középpontban, és nem is az Úr. Te vagy a középpontban, a te életed, a te pénzed, a te lehetőséged, és minden rólad szól. Fel kell nőnöd. És Isten megenged néha nekünk, hogy olyan helyzeteken átmenjünk, hogy felnőjünk. És ha irigykedsz a családodra, irigykedsz akár más szellemi ajándékára,
Hú, abban nem csak az ördög aludas, abban te is, hogy jelenbeli problémák vannak, és fel kell nőnöd. Isten akarata, inkább az kell legyen benned, hogy Isten akarata, hogy növekedjél. Hát a kegyelem legyen neked. Isten belénk helyezte a gyümölcsöt 30-60 százalék. Ha nincs gyümölcsöt, akkor lehet, hogy egy fa leszel gyümölcs nélkül. De hiszem, hogy azért jársz ide, hogy te növekedjél. Hát az alázat az egy nagyon jó dolog. Én nagyon szeretem, bár nem mindig esik jó. Igen, nagy megaláztatásban volt részem. Átéltem. Kijöttem valamennyire belőle. És hiszem, hogy ma már boldogan áldottan megyek haza. Ez bizony megpróbálja a testünket, és az érzelmeinkre van hatása, de a hit életünk az mindennél magasabb. És ugye meg kell bocsájtanunk. A alázatosság az nagyon fontos, mert a keresztény értékeinket fejlesztjük ki az életünkben. És hát Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És hát így kapunk nyugalmat. Jézus megbocsájtó, szelíd, szerény. De a legtöbb bűn mindig a büszkeségből ered. Ó, a másik megengedheti magának. Hát a másiknak nekem kell az ajándéka, de te nem tudod, hogy az a másik mit szenvedett azért. Mindent keresztül, és Isten miért hívta el? Hát Jézus, ugye, vagy Isten azt mondja, Ézsaiút gyűlölöm, Jákobot meg szeretem. Hát nem, hogy mersz oda menni Istenhez pellekedni, hogy neked miért nincs olyan ajándékod, mint a másiknak? Vagy miért nincs olyan egészséged? Lehet, hogy valahol nem vigyáztál rá. Valahol nem tettél meg mindent. Valahol nem követted úgy az útmutatásokat. Hát a büszkeség az a maga akaratát akarja cselekedni, és alárendeltséget nem fogad, és azt mondja, micsoda, a másik meggyógyult. Akkor én miért nem gyógyulok meg? Hát a hiba nem Istennél van, a hiba mindig nálunk van. Nálad és nálunk. Tehát óvatosnak kell lenni, és a másiknak miért van annyi anyadéka? Hát mitől? Hát sokkal alábbvaló, sokkal csúnyább, póriasabb, sokkal ügyesebb vagyok én. Miért nem én kaptam azt a talentumot? Óvatosnak kell lennünk, hogy ne gondoljunk többet magunkról, mint amik vagyunk. És Isten mindenkire csak annyit tud rábízni, amennyit ő a maga szintjén el tud végezni, ha van hajlandó és engedelmes szíve. Tehát mi a Jakab 4:10 szerint megalázzuk magunkat Isten hatalmas keze alatt, hogy felemeljen minket a rendelt időbe. Isten fog olyan helyzetet hozni az életedbe és az életünkbe, hogy megaláznak minket. Ne képzelj magadról többet, mint ami vagy. Valakinek van egy jó kocsia, úgy utálják, hogy nem igaz. Ez a világ. De a keresztények is egymás ellen harcolnak. Hát vigyázzunk, hogy nehogy Isten ellen harcolónak találhassunk, és ne harcolja férjed, a feleséged, a gyereked ellen. Ne képzelj magadról többet, mint ami vagy. Mert ez egy fölényességben nyilvánul meg, amikor megveted a másikat. És az el fog távolítani minket egymástól. Sértő, durva, bánásmód, tehát ne emeld fel magad, ne ellenőrizd állandóan a másikat, ne sértődj meg a másikra. A büszke azt gondolja, hogy ő tökéletes, nincs szüksége. Mert lehet, hogy talán a másiknak rengeteg munkája van, lehet egy kicsit szétszórt, vagy egyéb. Egymást mi nem virágassuk. Tudjátok, ez az állandó kontroll, ez Jezabel szelleméhez fog minket vezetni. Jezabel szelleme az, ami állandóan kontrollálja a másikat. A legapróbb perctől a legnagyobbig. Ettől mindenki szabaduljon meg. Mielőtt még a Jezabel szellemét megkapná. Az egy gyilkos szellem. A büszke azt mondja, hogy hát nincs is szüksége másokra, és még Istenre is, és lekezel másokat. A büszkeség mindig önmagát felemeli. Természetesen van az embernek egy látása az Úrba, ahogy kaptam is proféciát, hogy incs fej, buzdíts, bátoríts. Ezt az emberek néha félreértik, és azt mondja, hát ha a pásztor kiigazítsa a nyájat, akkor neki is joga van mindenkit kiigazítani a környezetébe. Mindent a szeretet jegyébe tegyél. Isten figyeli ezt, hogy hogyan bánunk az emberekkel. Isten felemeli az alázatost, és segít felemelni a szegényeket, és a szükségben lévőket, özvegyeket, árvákat. Az alázat, tisztelet, amikor Isten megjutalmazza az alázatost, az előbb-utóbb egy tiszteletet és előléptetést kap. Az igazi felemeltetés mindig Istentől jön. A világ soha nem emel fel. Lehet, hogy felemel idei óráig, de aztán egyszerűen felemelnek, és utána
kitesznek. Az alázat kell, hogy váljon Istenre, a sietség mindig az ördögtől van. De Isten gyűlöli a büszkeséget. Amikor te annyira felemeled magadat, mert többet tudsz esetleg a másiknál, tehát a viszálykodás nagyon gonosz dolog. És a büszkeségnek a fegyvere, mert irigykedik egyik a másikra. Amikor kitör a családba a viszálykodás, akkor ott abból adódik, hogy sértődés van. Mert egyikről a másik többet gondol magáról, mint ami ő. Tehát ha valakinek problémája van a büszkeséggel, az általában rosszul beszél, és rossz időzítésben van. Óvatosnak kell lenni a száddal, mert a sok beszédbe elkerülhetetlen a vétek. Nekünk meg kell szentelődni, és igen, az emberek nem akarják tudni, hogy ők büszkék és kevélyek, mert talán nincsenek is tisztában vele, azt mondja, jó vagyok így. Na miért beszélsz akkor annyit? Ha miért nem lehet melletted csendben maradni? Miért? Miért kell neked állandóan beszélni? Mert te akarsz a központba lenni. Azért. És miért van nekünk, Uram, milyen problémánk? Tehát vigyázz, hagyjál mást is szóhoz jutni. Hagyd a családodat, hagyd a férjedet, a feleségedet. Kérdezz meg talán, hogy ő mit szeretne. Tehát nekünk vigyázni kell, mert a megszentelődés, a szentség az nagyon csodálatos. De ha nincs cselekedet, akkor nem fog előjönni. Akkor nem fogsz megváltozni, hanem akarsz megváltozni, állandóan csak beszélni akarsz általában, ugye? És néha az emberek egymást úgy meg tudják bántani, mert olyan dolgok is kijönnek a szájukon, ami a másikat megsérti. És a beszédben való bűnök nagyon komolyak. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét, ahogy a például Beszélek 18-21 mondja. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezzen téged. Prédikátorok 5-6. Tudjátok, mennyi kapcsolat, mennyi barátság és házasság ment tönkre? Azért, mert a szájukkal az emberek miket indítottak ki. És aki megőrzi a száját és nyelvét, megtartsa életét a nyomorúságtól. Például Beszélek 21-23. Aki megőrzi a száját, megtartja önmagát. Aki felnyitja a száját, romlása annak. Hát bizony, néha a romlást okoznak az emberek a szájukkal. Lehet, hogy néha mi is ennek az áldozatai vagyunk. És hány házasság, és a családunk. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Például Beszélek 10-19, vagy Prédikátorok 5-3. Sok beszédben, minek annyit beszélni? Mikor tartottál szóböjtöt? Mi nem maradsz már egy kicsit csendben? Miért mindig önmagadat akarod hallani? Csendesedj el! A fecsegő szájúval ne barátkozz, mondja a Példabeszédek 20-19. Hú, hát bocsásson meg az úr, de van egy pár fecsegő körülöttem. És bizony jobb volna inkább az igére és az igazságra nyitnák ki a szájukat. És néha olyanokat beszélnek, ami nem építi sem a hallgatóságot, sem önmagukat sem. Tehát kérlek, hogy vigyázzatok, hogy a ti beszédetek inkább igei legyen, és mindenkor kellemetes. Mert abból probléma nem lesz. Tehát Isten igéje azt mondja, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. Mármint, hogy Isten szent. És a szentség nem azt jelenti, hogy mi milyenek vagyunk, hanem hogy milyenné válunk, őhozzá hasonlóvá kell elváltoznunk. A szentség az Isten tökéletességének a teljessége. Mit akar ez? Végtelen szeretetet, bölcsességet, és mindent, ami Isten természetében van. Isten tulajdonságai, ahogy megmutatkoznak a te életedben és mindannyiunk életében, azt mindenki észre fogja venni. Ugyanúgy a szentségtelen, üres, rossz dolgokat, amelyek egyáltalán nem építenek. A viszálykodás, az irítség, a gyűlölködés, a türelmetlenség, minden azonnal ide is egyéb, mindenki észre fogja venni. Isten elhívott minket, hogy legyünk szentek. És ez az ő tulajdonságára utal, az isteni fajta szentségre. Mert a bűnre nem mondjuk azt, hogy szentség. Mert a bűn. Az alkodalom bűn. Félni nem jó. Ugye? Káromkodni nem jó. És a másikat teljesen
tiporni és viszálykodni nem jó, és irigykedni nem jó. Hát egy jó keresztény közelében az ember kinyílik, és meg tudja osztani a másikkal, hogy akár kapott egy jó jelentést. Nagyon kevés emberrel lehet egy jó jelentést megosztani. Miért van ez, atyám? Mert Jézus jellemével nem azonosulnak az emberek, mert büszkék és kevélyek. De Isten tudnod kell, hogy a alázatosnak ad kegyelmet. Mindenki lehet ám harcolni, és a legjobbból is ki lehet hozni a legrosszabbat, a mi hozzá, rossz hozzáállásunkkal. Isten azt akarja, hogy alázd meg magadat, mert az alázat minden erény kezdete. Hát az alázatos lehet, hogy azt mondja valaki, ó, én most már alázatos vagyok. Tudod, meddig? Amíg nem kap egy megalázó feladatot. Azt mondjuk, hogy menj és puszolj ki a WC-t. Ó, hát én, mondják sokan, én sokkal többre vagyok érdemes. De bármilyen feladatot kaphatsz, ami nincs az ínyedre. És az a megszentelődés kezdete, jó csendben vagytok, dicsőség Istennek. Addig nem tudunk előrelépni és fejlődni, amíg nem ismered fel, hogy te büszke vagy. És hogy mi a szükségünk. Hogy kegyelemből elváltozzunk. Én sokszor felsírok Istenhez, nem vagyok tökéletes, én se, és sincs tökéletes ember sem ebbe a teremben, sem ebbe az országban, sem az egész földgolyón, mert Jézus volt csak tökéletes. De vele minden lehetséges. És Uram, változtass meg! Én már nem akarok többet ilyen lenni. És a kegyelmedet kérem, ahogy megkapta Pál apostol is, mert a kegyelemből tartottunk meg hitáltal, és elég nekünk az ő kegyelme, amely képes bármilyen tüskét, bármilyen démoni támadás, bármilyen csalódás, bármi tévtanítás, bármit elvenni. Egyet tudjál. Isten az alázatosnak segít, és az alázatosnak adja a kegyelmet, ellenáll a büszkének. Ha te tartósan visszájkodsz, és állandóan a te magad igazát akarod, és a világból lévő irigység és rossz tulajdonságokat beveszed, akkor te nem vagy még alázatos. Akkor neked még fejlődnöd kell. És mindenkinek persze. Ha akarunk fejlődést, akkor el kell kezdeni az alázat iskolájába járni, és alázatossá válni. Önmagunktól nem mindig fog menni, de minden velünk kezdődik. Veled, személyesen veled. Hiába van igazad, az asszony, nézzétek meg. Az asszony azt mondta, nekem van igazam. Azt mondtam, ez igaz. Neked van 100%-i igazad a családod érdekében. De közben olyan forgó fájdalma, és olyan lábfájdalma lett, és olyan cukorbetegsége, hogy egy halál közeli állapotba kerül. Hát szükséged van neked erre? Mit ér el az igazságod? Neked van igazad, de igazsággal is lehet úgy vegetálni, hogy halálos betegé váljál. És mindent ellopjon a sátán az életedből. Ki fog ürülni a pénztárcád a viszálykodásba. És nagyon sok kapcsolatod meg fog szűnni. Tehát hagyd ezeket a dolgokat. És a te nagy igazságod nem ér semmi. Isten igazságai. Ó, velem így bánik a családom, meg úgy bánik. Hát neked is változni kell. Mindannyiunknak változni kell. És minden velünk kezdődik el. És te el kell ismerni, hogy Uram, hát mi a baj velem? Hol kell nekem megváltozni? Kérlek, mutasd meg! És az alázat a legfontosabb. Minden változásnak az alapja ez. És a változás csak kegyelemből történik. És kegyelemből vagyunk képesek megváltozni. És a kegyelem nem csak ígéret nekünk, hogy Isten elfedte a bűneinket, a kegyelem ígéret arra, hogy Isten megteszi azt a te és én életembe, amit mi nem tudunk testből megtenni. Nem tudunk magunknak üdvösséget szerezni. Nem tudjuk magunkat meggyógyítani, mert Jézus a gyógyító. De itt a megbocsátás. Miért állsz hadilábon? Miért zavar téged az a másik illető? Mert lehet, hogy ugyanolyan büszke, mint te. Azért. De ha megalázom magam, és kérem a megbocsátást, a gyógyítást, akkor Isten meg tudja tenni. Amit én önmagamtól nem tudok megtenni. Vagyis minden erény azzal kell kezdődjön, hogy felismert, hogy nincs benned elég szeretet. És ez megvar, mint bűn. Mert valaki mindig ott van a szívünkben. Mit tett velünk, és hogyan? A sátán mindig fog gondoskodni róla, és a te alázatod ki fogja váltani a kegyelmet, ami nem más, mint ígéret arra, hogy Isten megteszi azt neked, amit te magadtól nem tudsz megtenni. Majd
is alázd meg magad Isten szent színéről, és majd ő a megfelelő időben föl fog emelni. Pál apostolt se hagyta ott, azt mondta, elég neked az én kegyelmem. Mert az én kegyelmem erőtlenség által végeztetik el. Ha annyira Pál apostol tövis nélkül való lett volna, ugye ezek mind a sátáni próbák, de ezek a próbák mindig előbbre visznek minket. És ha kiálljuk a próbát, akkor mindig nagyobb dicsőségbe lépünk, és egy magasabb szintre. És bizony, hát Jézust a szenvedés tette tökéletessé, és bizony a próbák alatt szenvedünk, és ezt el kell ismerni. De az alázatos kap több kegyelmet, az alázatunk a Isten kegyelméhez vezet, és az garancia nekünk, Isten igéje a garancia rá, hogyha mi megalázunk magunkat, hogy ő ki fog húzni minket. Hatbajunkban és a hetedikben sem illet veszetelen, ahogy Pál apostolt és kihozta. Tehát az alázat egy szellemiség. És néhányan azt mondják, hát ha Isten akarja, hogy én alázatos legyek, akkor őnek ki kell megalázom. Hát jó, ha magadtól ezt mondom neked. Mert az Úr foglalkozásai nem mindig kellemesek. El tud Isten vezetni minket, de nem mindig kellemes. A legjobb, ha te már magadtól elkezdesz szépen megváltozni, és te tudod, hogy milyen gyengeségeid vannak. Vigyázzatok, mert nagyon el lehet csúszni ezen a banánhéjon, mert az embernek van egy büszkeség, egy kevésség, egy test, ami róla szól. Azt mondja itt, hogy elolvasom nektek a 2. Korintus 12. fejezet, azt mondja, hogy a dicsekvés, ezt Pál apostol írja, a 2. Korintus 12. fejezet egy bizonyos részét olvasom fel az 1-estől. A dicsekvés azonban nem használnék el. Rátérek azért el látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy ember Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben én nem tudom, hogy testen kívül én nem tudom, az Isten tudja, hogy elragadtatott a 3. évig. És tudom, hogy az az ember, ez Pál apostol volt, ugye föl Istenhez elragadtatott. És tudom, hogy az az ember, hogy testbeni vagy testen kívül én, nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélni. Látomása volt, Pál apostol elragadtatott Isten elé, de azokat a látomásokat, amit Istennel megbeszélt, azt nem volt szabad neki kibeszélni. És azt mondja, az ilyennel dicsekszem magammal, pedig nem dicsekedem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtürtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt, ez az, amit az elején utaltam nektek, a kijelentések nagysága. Pál apostol egy hatalmas apostol volt, tele volt kijelentéssel, bölcsességgel, talentumokkal, az új szövetség kétharmadát ő írta, hatalmas gyógyító kenet volt felette, és nagyon beevangelizálta a fél Európát. Tehát voltak neki útjai, ugye? És a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatott nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Vagyis Isten azért mondtam, ha tökéletesek lennénk, akkor nem volna szükségünk Istenre. Tudjátok, a legnagyobb próbákban a legcsodálatosabban tudunk imádkozni Istenhez, hogy szabadítson meg minket. És akkor nem volna szükségünk Istenre, ha mi olyan tökéletesek lennénk, hát akkor minek? Jó vagyok én magamnak, ugye? Sokan mondják is így. És akkor nézzétek, Isten mit mond. Tehát ez a sok ajándék, amit Pál apostolnak volt, el ne bizakodja, mert néha sok ajándék elbizakodtatja az embert, több is adatott a testébe, a sátán angyala, ez egy tövis volt, tehát amikor az embert megszúrja egy tövis, hát az nagyon tudja kínozni, amíg onnan ki nem vesszük egy kis tűvel, ki nem piszkáljuk. Már maga, amíg a tűvel kipiszkáljuk, az is egy nagy hitpróba az embernek. Na, de amíg onnan ki nem vesszük, az bizony addig gyötör minket. Vagy egy mély megcsíp minket. Tehát mennyi ideig föl van dagadva a kéz, és nagyon fáj, és viszkel, és fájdalmak vannak. A sátán angyala gyötörte Pált. És miért?
hogy el ne bizakodjon. Miért? Mert annyi ajándéka volt, annyi kijelentése, annyi bölcsessége volt. Háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék ez el tőlem, a 8-as mondja. Mit válaszol Isten neki? Tehát háromszor is könyörgött, hogy ezeket vegye el róla. És azt mondja Isten neki, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömet dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Most, ha valamit kaptál a tanítás alatt, akkor te ne sértődjél meg. Ha magadra ismertél már, akkor alázatos vagy, és azt mondod, Uram, akkor többet nem fogok ilyen lenni. Nem fogok kirigykedni, nem fogok visszálkodni, nem fogok sok olyan rengeteget beszélni, hogy más se hagyjak szóhoz jutni, és változást eszközölök a családomban, a feleségemmel, a környezetemmel, a főnökeimmel. Tessék ezt megfogadni. És ha magadra ismertél, akkor már valami az alázatnak egy csirája van bennünk. Tehát elég nekünk az ő kegyelmet, mert amikor mi erőtlenek vagyunk, mert ugye az ember, amikor sérelmei vannak, csipései vannak és egyéb, akkor hát akkor egy erőtlenség lép be. És ezért azt mondja, hogy dicsekedik az ő erőtlenségében, mert akkor Krisztus ereje lakozik bennem. Hát ez a cél, hogy ismerjünk magunkra, hogy hagyjuk már a sérelmeket, ne nyalogasd a sebeidet, nem, te rólad mindenkiről beszélek. És nézzétek meg Pál apostol mit mond a 10-esbe. Ez csodálatos. Tehát ő dicsekszik egyrészt a 9-es, befejezem. Pál apostol nagy örömes dicsekszik, hát ez a Jakab apostolnál van, hogy ugye különös örömnek tartsuk, amikor különféle kísértésekbe esünk. Hát volt az elmúlt időszakban egy pár kísértés mindannyiunk életében, senki nem mentes tőle. Azt mondja Pál apostol a 9-es második részében, hogy nagy örömet dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozik bennünk. Miért? Én bennem. Mert amikor mi erőtlenek vagyunk, akkor Krisztusban erősek vagyunk. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben. Hát Pál apostol egy ilyen szellemi szintre föl tudott lépni, tudjátok? És hát mi is törekedjünk egy magasabb szellemi szintre. És azt mondja, gyönyörködöm az erőtlenségben, a bántalmazásban. Hát nézzétek meg, rögtön mindenki felgerjed, ha valami megsértés jön, rögtön akármit megcsörgetnek, vagy valami nem úgy történik, ahogy ők szeretnék, vagy mi szeretnék. Baj van. Nekem van igazam. De nézd meg, milyen betegé válnak az emberek. Ha mit érsz a nagy igazságoddal? Ha mit érsz? A pszichiátria akarsz menni? Pánik beteg akarsz lenni? Nem többet ér az egészséged? Nem többet ér, hogy éljél még egy pár éve? És örvendez az Úrba? Nem többet érez neked? A nagy igazságoddal? Azt mondja, gyönyörködöm az erőtlenségben, a bántalmazásban, a nyomorúságban, az üldözésekben, a szorongattatásokban, Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. A 11-essel befejezném, dicsekedvén balga taggá lettem, ti kényszerítettetek rá. Mert néktek kellett volna engem ajánlanotok, mert semmiben sem vagyok alávaló a főfő apostoloknál, noha semmi vagyok. És az apostolságom jelei megbizonyosodtak köztetek teljes álhatatossággal, jelekben, csodákban és erőkben, mert micsoda az, amiben megkárosodtatok a többi gyülekezet mellett, hanem az, hogy én magam nem voltam néktek terhetekre? Hát bizony, néha még a pásztor is terhére van a nyájnak, mert azt mondják, hogy mit igazítgat ez engem ki. De hát ott a szolgálatban, hogy nincs fejbúzdíts és bátoríts. És hát bocsássatok meg nékem ezt az igazságtalanságot, mondja Pál apostol. Tehát ha kiigazítalak, hogy nem jó a viszálykodás, de tönkreteszed a családi életedet. Nem jó. És azt mondja Pál apostol a 14-ben, ímé harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülő a gyermekeknek. Én pedig nagy örömest hozok áldozatot, és magamat is feláldozom a ti lelkeitekért, még ha ti, akiket én igen szerettek, kevésbé szerettek is engem. Azokat az embereket általában nem nagyon szeretik az emberek, akik kiigazítsák őket. Ez az igazság. A senkinek sem tetszik ám. És
de azt is megfigyeltem, hogy a túl nagy gyeplőre vannak az emberek engedve, és minden úgy jó és úgy szép, akkor tudjátok, akkor az emberek nincsenek figyelmeztetve a hibáikra, és túllőnek mindenféle dolgon, szinte gátlástalanná válnak, akár a szeretetlenségbe, a megbocsájtatlanságba, ha nincsenek figyelmeztetve, és a figyelmük nincs felhívva arra, hogy hol rontották el. Az Isten előtt Krisztusban szólt Pál apostol, mindez pedig szeretteim, és én is, a ti épülésetekre, a dicsőség Istennek. És a 20-assal zárnám be, mert illetve még kettővel, a 20-tól, azt mondja, mert félek, hogyha oda megyek, nem találok majd olyanoknak, amilyennek szeretnélek. És engem is olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek. Mert valamiképpen versengése, érítségek, indulatoskodások, visszavonások, rágalmazások, fondorkodások, felfogalkodások, pártoskodások lesznek köztetek. Hogy mikor újra oda megyek, megaláz engem az én Istenem ti köztetek, és sokakat meggyászolok azok közül, akik korábban vétkeztek, és meg nem tértek a tisztátalanságból, a paráznaságból, a bujaságból, amit elkövettek. Köszönöm Isten! Tegnap azt kaptam a gyülekezetben az Úrtól, hogy bármit, amit elkövettél, de Isten ma arra figyelmeztet, hogy jó, Jézus megbocsájt, de többet ne vétkezz! Hagyd a büszkeséget, a kevésséget, a bolond beszédeket, a sok beszédet, a károsztatást, hagyd az igazságodat, hagyd az igazságosan ítélőre, majd ő meg fogja bírálni a te ügyedet, és hagyd a visszájkodást, az irítséget végképp zárd ki az életedből, mert soha, soha az életedben nem lesz a tied az, amire irítkedsz. Szeretnénk megosztani egy-egy jó hírt, úgyhogy mindenki örvend ezen fel. És ne legyen irítség vagy fájdalom a szívedben. Mert ez a betegségek okozója. És neked meg kell gyógyulni. Dicsőség Isten. Nem mondom, hogy menj és mutasd meg magadat a papnak, ahogy az előző tanításban tanítottam a leprásokról. Mutasd meg magad az Úrnak. Mutasd meg a cselekedeteid által, hogy ki vagy te, és mi vagy te Krisztus Jézusban. És igen, Uram, segíts, hogy le tudjuk vetkezni az óembert, amely már meg van romolva a család kívánságok miatt. És felöltözzük az új embert. Isten természetét tükrözi a világnak, és mindannyiunknak. Dicsőség Isten! Hiszem, Uram, a Jézus szent nevében megalázza magát az én népem, mely nevedről neveztetik, és felhagyja bűnös életmódjával. Köszönjük, drága mennyei atyám, amikor megaláznak, hogy felmagasztalásnak veszünk. Uram, vannak előttünk földi példaképek, a Pál apostol akár, Uram, alázatos volt, és köszönjük neked, hálát adunk, és dicsérete, és Uram, meg akarjuk alázni magunkat, nem akarjuk többet ezt a büszke hústestet, Uram, cipelni, és azt szerint élni. Nem érünk semmit a saját igazságunkkal. Akárki, akármit tett ellenünk, Uram, mi a te igazságodat vesszük magunkra, és nem csak kenyérrel élünk, hanem Isten csodálatos igényével. És Uram, téged magasztalunk fel, és nem magunkat. Többet nem akarunk vétkezni. Bocsáss meg nekünk, bármit elrontottunk. Segíts, Uram, légy segítségül nekünk, hogy tiszta és szent életet élhessünk a te dicsőségedre, és ne kárhoztassunk, ne bántsuk egymást a Názaret élő szent nevébe, hogy legyünk a te gyönyörűségedre, aki felhozza a napját a jóknak és a gonoszoknak is, Uram, a te szentségedbe, tisztaságodba és igazságodba növekedjünk, Isten dicsőségére. Halleluja, amen és amen és amen.